narancslé a legnépszerűbb gyümölcslé a világon. Brazília pedig a föld legnagyobb narancslé előállítója és forgalmazója. A világon elfogyasztott narancslé több mint fele csak Brazíliából származik, ahonnan a narancslé 98%-át külföldre viszik. A legtöbbet az Európai Unió országaiba. Bár a narancslé a brazil mezőgazdaság fontos pillére, az ital útja a túlnyomó részt európai fogyasztókig elégedetlenséggel és méltánytalansággal van kikövezve. Ainda temos o trabalho infantil com certeza na região e nós investigamos, na verdade, todos os dias aqui na procuradoria. In fact, sometimes the conventional it's too cheap or less than the cost of production. This is the point. Há 5 anos, há mais de 5 anos, o PL dá uma participação de lucros resultado é o mesmo valor. Kemény fizikai munkát végző szüretelők bére a minimális megélhetést sem biztosítja. A narancs felvásárlóit, a legnagyobb cégeket korrupcióval, kartelezéssel, bérleszorítással vádolják. Szakszervezetek, ügyészek, sőt államügyészek is. A brazil felvásárlók túlolcsón adják el a gyümölcslevet az európai palackozóknak. Tőlük túlolcsón veszik azt meg a boltok, hogy akciósan árulhassák végül a fogyasztóknak. S hogy mit jelent az, hogy túlolcsón? Az előállítási ár alatt, ami elvileg közgazdasági képtelenség. How could you let this product have the same price of a water? A narancs szektor ma leginkább azért a legrosszabb helyzetű brazil mezőgazdasági ágazat, mert egyre kevesebb, egyre nagyobb hatalmú termelő és kereskedelmi vállalat van a piacon, vagyis egyre kevesebben versenyeznek egymással. What will happen if this continues is that we're not going to have orange juice anymore. So it doesn't make sense today to make an investment in orange juice. A narancs útja a ligetekben szüretelő munkásoktól indul. Nagyon gyorsan dolgoznak, hiszen egyetlen nap alatt közel 2000 kiló narancsot kell egyetlen embernek leszednie ahhoz, hogy a nap végén megkapja a minimálbért. Kevesebb, mint 3000 forintnyi brazil riált. A fák között a tűző napon tetőtől talpig bebugyolálva kell dolgozni. A ruhának védelmet kell nyújtania a naptól, a vegyszerektől, a bogaraktól, sőt, a mérges kígyóktól is. A nőknek nem jár könnyű, és gyerekeket is látni itt munka közben, annak ellenére, hogy a gyerekmunka Brazíliában törvénytelen. A narancsléipar legkiszolgáltatottabb szereplői a szüretelők. Gyakran nem kapnak védőruhát. Ha esik az eső és a munkások ezért nem tudnak dolgozni, a kiesett időt az ő bérükből vonják le. Azokat a szüreti munkásokat, akik messze laknak a szüret helyétől, megalázó barakkokban szállásolják el. A szüretet végeztető kisebb ültetvényesek azonban nem valamiféle zsíros extra profitért zsigerelik ki az embereket. Ki? Maguk sem tudnak talpon maradni. A narancsot felvásárló termelő és feldolgozó cégek pedig rosszul fizetnek. Ráadásul mindegyik ugyanannyi, mert egymással egyeztetve állapítják meg a narancs árát. Está tirando os produtores do campo indo para a cidade porque não tem como subsidiar e como manter-se na produção de laranja, porque o valor é insuficiente para continuarmos produzindo laranja. Se existisse no Brasil uma regulação aonde os produtores fossem pagos da forma do custo que ele produz,
que as indústrias tivessem uma concorrência justa. Marcel da Silva. Alkudozni, vagy máshová menni dolgozni nem könnyű. A brazil narancsiparban rendkívül egyenlőtlenek az erőviszonyok. A termelők 2%-ái a narancsfák, több mint fele. We have three guys controlling whole market. So it's completely hard to the producer survive in this environment. De hogy lehet az, hogy a világ narancslé piacának döntő hányadát kézben tartó és a koncentráció miatt rendkívül erős brazil cégek mégsem érik el azt, hogy a narancslé termelés jövedelmező iparág legyen? A kistermelőket a feldolgozó óriásokkal szemben a São Paulo-i bíróságon képviselő ügyvéd szerint egyszerűen azért, mert a nagy cégek így is rengeteget keresnek. A beszállítóik érdekei azonban nem érdeklik őket. A feldolgozók a narancslevet először saját maguknak adják el egy offshore cégbe. Onnan adják tovább teljesen más áron a valódi vevőknek, az európai palackozóknak. A brazil termesztőknek ezek után azt mondanak a piaci árakról, amit csak akarnak. A politikusok pedig nem fognak ezen változtatni, hiába tudják, mi zajlik, hiszen a feldolgozók sok pénzzel támogatják a kampányokat minden oldalon. International court could help if they prepare regulations for of transparency. And in this case, the companies should be obliged to show exactly what they do, and this could help even the Brazilian producers. A narancslevet az európai fogyasztók döntő többsége szupermarketláncokban vásárolja, amelyek egyes országokban az élelmiszer és üdítőital kereskedelem több mint háromnegyedét bonyolítják. A koncentrálódó élelmiszerkereskedelem azt jelenti, hogy a láncok kezében óriási vevői erő összpontosul, és hatékonyan tudják lefelé nyomni a felvásárlási árakat. Ráadásul a saját márkás termékek terjedése is csökkenti más szereplők piacra jutási lehetőségét, és persze az árait is. This brings pressure downstream in the chain. What I'm telling you is that this pressure can't be thrown to Brazil because there are no margins anymore here to make this happen. A narancslé fogyasztói pedig a 2008-as gazdasági világválság óta nagyon árérzékenyek Európában. Vajon megmenthető-e a brazil narancsipar? Igazságosabbá tehető-e a munkások és a termelők helyzete? Az Európai Uniónak van arra lehetősége, hogy a narancslevet árusító szupermarketektől megkövetelje, hogy teremtsenek átlátható és tisztességes körülményeket a beszállítói láncaikban. Létrehozhat olyan intézményeket, amelyek a beszállítói lánc bármely szereplőjének hatékony, európai jogorvoslati lehetőséget biztosítana. De a fogyasztóknak is van felelőssége. Consumers are really starting to have the power to have more information outside from what the company tells us in the commercials, from what the press tells us in the newspaper. So we're having more power of knowledge and how to use that knowledge, and we are being able to change that. What we need is that consumers pressure companies to say, well, now you have to tell us labels in your website or in commercials where is your product coming from? How is it being done? De vajon a fogyasztók tudnak és akarnak-e fizetni a narancslé láncban látható méltánytalanságok megszüntetéséért? Vajon a brazil vagy az európai szabályozás révén sikerül igazságosabb körülményeket teremteni? Vajon a beavatkozás halogatása miatt továbbra is fennmaradnak az embertelen körülmények? Hány termesztő és szüreti munkás dönt majd úgy, hogy bármi más kifizetődőbb, mint narancssal foglalkozni? Ha túl sokan, akkor nem biztos, hogy pár év múlva érkezik még narancslé Brazíliába.